igazi magyaros kaszkadőr bemutató az Alsóörsi Motoros Fesztiválon. A Beckmann művész nevet viselő motorizált akrobata nyeregből nyilazott, majd előbb a karikást forgatta meg a közönség feje felett, aztán a motorját a csinos hölgyek körül. A bemutatókon túl számos attrakció várja a fesztivál látogatóit június 10-éig. Két színpadon számos hazai és külföldi sztárzenekar lép fel. Talán ennek és a rendezvény sorozat jó hírének köszönhetően látogató csúcsot dönthet a 13. Open Road Fesztivál. Megszerettek bennünket, támogatnak bennünket, és mi is kötelességünknek érezzük, hogy független attól, hogy ez volt a legnehezebb eddig megszervezni az elmúlt 13 év alatt, legyen, mert gyakorlatilag az északi partnak ez egy olyan nyitó rendezvénye, ami aztán lassanként elindítja a szezont, hisz egy olyan időszakban tartjuk, amikor még úgy vendég magától nem sok jönne Balatonra, de emiatt a rendezvény miatt azért elég sokan ide látogatnak, és ennek nagyon örülök, és nyilván jó ez mindenkinek itt a környéken. Annak ellenére, hogy az engedélyeztetés miatt nehézkes volt a szervezés, végül minden a helyére került, és az ország majd minden részéről, Európa és a világ számos országából érkezhettek látogatók. Szép számmal akadtak olyanok is, akik már az elsőn is itt voltak. Most hát többször vitatkoztunk magunkkal ma, nem tudom, hogy az elsőn itt voltam-e, de a másodikon már biztos, csak itt ez filmszakadások voltak, de mindig itt voltunk. Mindig itt voltunk, és mindig is szerettük ezt. Ő meg az unokám, remélem ő is motoros lesz. A motoros társadalom minden szegmense képviselteti magát. A chopperrel érkezők mellett nagy számban vannak a túra és a gyorsasági gépek tulajdonosai is. Egy Suzuki GSR 600-as, lényegében 100 lóerős, GSX-nek a motorja van benne, lényegében ennyi, ami. Hányadszor vagy itt a Sörső Harley Fesztiválon? Hát ez már egy olyan 6.-7. alkalom. És mondjuk egy nem igazán chopper jellegű motorra milyen érzés itt lenni a chopperek között, vagy itt azért befogadják egymást így a motorosok? Befogadják, bármilyen motorral le lehet jönni. Ez nem kérdés, hogy chopper, nem chopper, motor, kész. És hogyha lesz 14., akkor jössz arra is? Persze, természetesen. A fesztiválra kivonult az Országos Baleset Megelőzési Bizottság is. A szervezet sátrában feladatokat lehet megoldani értékes nyereményekért. A szakemberek a körültekintő motorozásra hívják fel a figyelmet, ezért adták ki a motorosok 10 parancsolatát is, amit itt a 13. Open Road Fesztiválon mutatnak be a nagyközönségnek.